Fénykép örökíti meg a Mária Pócsi parasztház 2-3 évvel ezelőtti állapotát, ez pedig már a felújított változata a tornácos épületnek. Évek óta tervben volt a korszerűsítése az omladozó háznak, ezt mostanra pályázati forrásból és a belügyminisztérium civil alapjából sikerült megvalósítani. Az átadó ünnepségen ott volt Tárbály István, akinek a felújított épület 1952-ben szülőháza volt. Nagyszerű dolog, hogy a város vezetése, vagy a városnak a tagjai, vagy a lakosai érdeklődést mutattak ez iránt, és ezt megépítették. Én itt születtem, itt nőttem föl, tehát itt tanultam meg járni. A kivitelezők igyekeztek megtartani az igazi nyírségi parasztházak jellegzetességét, a tiszta szobát, a bejárati résszel szemben is pályszt, valamint a hálószobát. Papp Bertalan polgármester elmondta, szeretnék a közeljövőben élettel telivé varázsolni a tájház udvarát is. Ezen az úton projekciók jönnek el a búcsúba, és hát már sajnos lasszon vidéken is nem tudják, hogy készül a tojás, hogy kakas kell hozzá, tyúk kell hozzá, a várányokat nem ismerik, a libákat nem ismerik, tehát az a terveink, a későbbi terveink az, hogy itt egy kis állatbemutatót is szeretnék már tartani. Az épületben helyet kapott rokka, teknő vagy rosta is, de számos más a 20. század első felére jellemző eszköz is megtekinthető. Simon Miklós országgyűlési képviselő is a tájházban rejlő turisztikai lehetőségeket emelte ki. A zarándokok itt jönnek el a Pócsi kegy templomba, Szűz Máriához, és az alapötlet, amelyet polgármester úr fogalmazott meg, az az, hogy a tájházban a régen használatos eszközöket, illetve a tájház udvarán azok az állatok, amelyek itt a nyírségben honosak, házi állatok, azok bemutatásra kerülnek. Az ünnepség avató beszédét Szalai Bobrovnicki Vince, a miniszterelnökség civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára mondta el. A politikus hangsúlyozta, a civil alapból származó összegek felhasználását épp az ilyen közösség formáló fejlesztésekre érdemes fordítani. El lehet nekünk magyarázva, hogy ennek milyen jelentősége van, és milyen közösségi összetartó ereje lehet ennek a háznak, hogyha investálunk bele egy kis civil forrást, azt a forrást, hogy felhatalmaztak minket a választók, hogy ezeket hasonló is, ilyen és hasonló nemes célokra költsünk el, és akkor így született meg az a döntés, hogy ide minisztéri egyedi keretből is, és a falusi civil alap keretéből is tudtunk forrást adni, és elkészült a tájház, ami nyilván majd hamarosan megtalálja a rendeltetését. Szerintem nagyon szép lett, és van rá lehetőség kiállított térként is használni. Mária Pócs új tájházának épületét összesen csak nem 21 millió forintból korszerűsítették.